Kiváló hangulatot teremtett a népzene a délutáni programokhoz a sportcsarnokban. Az egész napos program a Kalocsa Város Sportcsarnok kulturális célokra való hasznosítása a közösségfejlesztés jegyében elnevezésű pályázat keretein belül valósult meg. Ennek a napnak a záró eseménye volt a világhírű muzsikás együttes koncertje. Muzsikás együttes budapesti, tehát onnan jöttünk, és nagy örömmel, mert egy különleges hely Kalocsa, nagyon sok mindenről híres, és most ez a nap is reméljük, hogy úgy fog sikerülni, hogy ezt emlékezni fogja. Több mint 4,5 évtizede zenélünk, és Magyarországot keresztül kapcsolódó utaztunk, de hát már a világot is. Mivel, hogy mi mindig népzenét játszunk, most is magyar népzene fog szólni, a Kárpát-medencei magyar zene, és két vendégünk van, Kacsó Hanga, aki énekes, aki a fiatal nemzedéknek talán a legígéretesebb ének tehetsége, és Berec István, aki pedig táncol, aki szintén ugye már nem annyira fiatal, mint Hanga, de ő is a fiai nemzedékéhez tartozik, és egy különös tánc tehetség is. Ők látványosá is teszik ezt a műsort. Az együttest az országban sokfelé hívják alkalomszerű táncház tartására is. Magyarország kulturális nagykövetei közé is sorolják a kiváló zenészeket. Zenészek alaphangszere ugye az a vonós fölállás, Porteleki László, Sipos Mihály, Egedűsök, Éri Péter az a rácsista, és én meg Hamar Dániel a bűgős vagyok, de sok-sok más hangszert is meg tudunk szólaltatni. Beleszerettünk ebbe a zenébe, mi, akik budapestiek vagyunk, különböző módon jutottunk ehhez a zenéhez, ami nem nagyon volt akkor hallható és ismert az országban. És mivel hogy beleszeretünk ebbe a zenébe, elterveztük, hogy mi ezt a gyönyörűségre fogjuk zenélni. És ha valaki nekünk akkor azt mondja, hogy ebben a zenével mi el fogjuk jutni valamikor a világ legnevesebb koncertjében, New York-i Carnegie Hallba, akkor biztos, hogy kinevetjük. De mégis csak megtörtént ez, tehát igazából az történt, hogy nem csak mi szeretünk be ebbe a zenébe, hanem nagyon sokan mások is. A zenészek legelőször a népzenei gyűjteményekhez nyúltak, amelyet Bartók és Kodály munkássága megalapozott. 200 ezernél is több dallam volt, de hát ez igazából nem volt publikus, ez a tudósoknak volt az anyag, amit kutattak, viszont Kallós Zoltán segítségével, illetve Martin György segítségével el tudtuk jutni azokban az erdélyi falvakban, ahol még ez a zene úgy szólt, hogy az egy élő zene volt, hogy a zenekarok tagjaitól, a zenészektől elleshettük ennek a zenének azt a különleges portéját, amit sehol mások nem lehet megtalálni, csak tőlük. A muzsikás együttes számos díj és kitüntetés birtokosa. Ezek közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték.